köszönjük, hogy elfogadták meghívásunkat, és eljöttek a gimnázium szülői szervezetének jótékonysági bájára. Kicsit későn indult a program, de megvártuk a 8 órát, hogy senkinek késsen el, mindenki ide érjen. De úgy gondolom, most már elkezdődhet a mai este. Két okból vagyunk itt. Egyrészt, hogy nemes célt támogatva az iskolát és az iskola diákjait a szülői szervezeten keresztül anyagilag is segítsük. Hiszen el kell mondanunk, hogy az iskola egyes rendezvényei nem valósulnának meg, vagy nem olyan formában valósulnának meg, ha a szülői szervezet, illetve az iskola alapítványai anyagilag nem segítenék. Gondolok itt például a gólyatáborra, kisfaludi napra, vagy az évzáron, az ünnepés évzáron a gyerekek jutalmazására, és még sok egyéb alkalommal. A másik cél meg természetesen az, hogy jól érezzük magunkat. Én ezt kívánom a mai estére mindenkinek. Engedjék meg, hogy külön tisztelettel köszöntsem körünkben a város megjelent vezetőit, a képviselőtestület tagjait, Farkas Béla urat, a város intézményeinek megjelent vezetőjét, Tevesi Józsefné, az általános iskola vezetőjét, Hújber Jánosnét, az óvoda vezetőjét, aki egyben szülőként is jelen van és a szülői szervezetben aktívan dolgozik. És még engedjék meg, hogy külön köszönetet mondja Csené Nagy Elmirának, aki az idei évben is vállalta a szülői szervezet vezetését, ami hát azért nem is olyan egyszerű feladat, mint kiderült. Rengeteg tennivaló előkészület volt ezt a bárt megelőzően is. És akkor rögtön átadom a szót Elmirának, mert ő is készült. Igen. Na. Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit. Az általános iskolától külön tartott második jótékonysági bálunkat. Ezt azért említeném meg, mert amikor én átvettem az elnökséget, akkor óva intettek attól, hogy a gimnázium jótékonysági bált rendezzen egyedül, mert azt mondta az elődöm, hogy úgyse fog eljönni senki. Na most már tavaly bebizonyították, hogy elég sokan részt vettek ezen a jótékonysági bálon, és ugyan most egy kicsit kevesebben vagyunk, de azért még most is itt vannak, eljöttek, akiket meghívtunk, úgyhogy én mindenkinek köszönöm, hogy megtisztelnek bennünket. Köszönöm a szülői szervezetnek is a lelkes munkáját, hiszen tegnap is alig-alig hiányoztak, de akik hiányoztak, azok is igazoltan, mert az általános iskolában farsang volt, tehát ők nem tudtak jönni, de a többiek mind itt voltak, segítettek feldíszíteni a termet, az asztalokat elrendezni, úgyhogy nagyon köszönöm nekik is. Ezután a kis köszönet után következzen a szülői szervezetnek az ajándékműsora. Először a gimnáziumnak a tánccsoportját láthatjuk, utána pedig Waller Kata a Pegazus Színház művésze lép fel, majd egy kastánc bemutató következik. Jó szórakozást kívánok mindenkinek! Felfedni pont a nőt, és nem szíjatok, hogy bárhol őt. Hozzá tudod okozni, az
sétál egy király a semmi nép között, s az oldalán egy nő szeptán nem is lehet, a szívem, mint a hő, kemény lett és hideg. Thank you.